Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Mielőtt elmondanám azt, hogy mit közölnek a kártyák, megnézzük a csillagok állását az indiai számítás szerint. Ha tudni szeretnéd azt, hogy melyik jegyben születtél a védikus asztrológia szerint, a felvétel alatt van egy tabella, ott utána nézhetsz. Május hónapban a nyilas jegyében nincs bolygó, de van külső hatás, vagy vannak kapcsolatok. Merkur bolygó az a bika jegyében van. És hogy hat ez ki a nyilas jegyére? Itt kommunikációról van szó, szerződésekről van szó, és az a fontos a nyilas jegyénél, hogy a nyilas jegye legyen aktív. Te keresd a kapcsolatokat másokkal, vagy legyen egy termin, beszélgetések, tehát te közel legy másokhoz, hiszen mások elvárják ezt tőled. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében van. A vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, és a nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik. És a levegő eleme és a tűz eleme barátságban állnak egymással. Így Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyéből jó hatással van a nyilas jegyére. Mars bolygónál vagy az életerődről van szó, hogy átgondolod azt, hova fektesd be az erődet, tudod védeni magadat. Mars bolygó lehet egy férfi is. És Szaturnusz bolygó kihat a sors utadra, itt lesznek sorsdöntő változások, segít abban is, hogy kialakuljon valami számodra. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a halak jegyében van. Ez nincs jó hatással a nyilas jegyére. Miről van szó? Neptun bolygó jelentheti azt, hogy valaki becsap téged, vagy valami olyan átláthatatlan, légy óvatos, hiszen így ebben a kapcsolatban lehet valami, ami csalódásokhoz vezethet. Az is lehet, hogy megvannak nálad az álmok és az elképzelések, hiszen Neptun bolygó uralkodik az álmok felett, de nem hiszel ebben, és emiatt csalódottnak érzed magad. Jupiter bolygó az jelenti az igazságot, de mutatja az igazságtalanságokat is. Gyakran Jupiter bolygó hatása alatt vagy egy bírósági ügyről van szó, vagy egy bizonyos helyzetről, amit te igazságtalannak látsz. És így Jupiter bolygó a halak jegyéből kihat rád, hogy valami igazságtalanság történik nálad. Vénusz bolygó szintén a halak jegyében van, és ez lehet, hogy kihat a szerelmi élet területére, ahol még vannak nézeteltérések, vagy nincs meg a hit, nincs meg a bizalom. És most megnézzük a kártyákat. Mielőtt elkezdeném mondani azt, hogy mit jelentenek a képek, felhívnám a figyelmedet arra, hogy megrendelheted nálam ezt a havi jóslást. Akkor az személyes rád szól. A díjam 3500 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Itt ez a torony jelentheti azt,
hogy te szeretnél valamit megnagyobbítani, kiépíteni. Vagy lehet egy magas, vékony személy is, akivel kapcsolatod lesz május elején. Amit ez a torony még jelent, hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy. Itt kiderül az igazság, és kitisztul valami. Ez a bírósági ügy lehet egy örökösödési ügy is, hiszen a torony mellett itt van a koporsó. De itt tisztázódik, rendeződik valami. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. És a fölötted lévő kártyák jelentik a te gondolataidat. Itt ez a kígyó, az lehet egy gyógyító erő, vagy egy terület az egészségügyi témákat illetően, és itt ez a könyv jelentheti a gyógyító erőt, a tudásodat, vagy jelenthet egy továbbképzést is. Mivel itt megjelenik a kulcs, ezzel kinyílik itt egy ajtó, ezek a lehetőségek. Tehát megvan a lehetőséged arra, hogy részt vegyél ebben a továbbképzésben. Amit ez a kígyó még jelent, a megújulások, a változások, a transformáció, tehát valami változik nálad. Itt ez a korbács jelenti azt, ha valaki téged megbántott a múltban, de itt ez a koporsó lezárja ezeket az eseményeket, lezárja ezeket a kapcsolatokat, és akkor itt megvan ez a megújulás, ez a gyógyító erő, hiszen lezárod ezeket az emlékeket a múltból, vagy kapcsolatokat, akik téged a múltban megbántottak. Ez a kígyó lehet egy nő is, és mivel itt megjelenik a gondolataidban, elgondolkodsz azon, hogy tartsd evele a kapcsolatot, vagy jobb lenne lezárni ezt a kapcsolatot, hiszen ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit, és jelenti a nyitottságot, de le lehet zárni valamit. És az is lehet, hogy lezárod ezt a kapcsolatot ezzel a nővel, hiszen megbántott a múltban. És itt van előtte a könyv, tehát titokzatos valamit eltitkol előled. Ezért számodra valami átláthatatlan, erre utal itt ez a felhő. De itt kitisztul valami, kiderül az igazság. Ez a felhő jelent fél évet is, tehát gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, hiszen ezek a kapcsolatok, ezek az emlékek, vagy ez a helyzet lezárul, mert a koporsó lezárja ezt. Te ebbe az irányba tekintesz, itt látható a mozgás, tehát előre mennek az események, ez a kép jelenthet sportot, vagy autót is, és itt a hold kihat az te érzelmeidre, de jelentheti az anyukádat is. Lehet, hogy vele voltak itt nézett eltérések a múltban, de itt javul a helyzet, előre mennek az események, vagy jó lenne, ha meglátogatnád őt, és itt láthatóak a madarak, ami utal a kommunikációra. A madarak mellett a hajó jelenti a reményt, hogy javul a helyzet, de jelenti az utazásokat és külföldi kapcsolatokat. Mivel itt beszélgetésről van szó és külföldről, az lehet egy idegen nyelvnek a tanulása is, és itt megjelenik a könyv, a tudás, a tanulás. A téli hónapokban voltak itt problémák, nehézségek, de szerencsére megjelennek itt az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott.
Tehát az egerek el tudnak bizonyos kártyát vagy kártyákat távolítani. Az egerek felfalják ezt a hegyet, eltávolítják a gondokat, a problémákat, amit te a téli hónapokban éltél át. És ez a gyermek utal az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre. Persze lehet egy gyermek is. Itt lesz egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. És a gólyák jelentik a változásokat, ami a munkát, a hivatást illeti, hiszen ezt jelképezi ez a horgony. Itt a csillagok jelenthetik azt, hogy szerencséd lesz ennél a változásnál, és itt van egy munkahelyi szerződés, amit a csillagok még jelenthetnek, egy spirituális terület, és ez a virágcsokor utal egy kreatív tevékenységre. De a gólyák, ezek a változások nem csak a munkára hatnak ki, hanem a párkapcsolatra is, hiszen itt van ez a szív, ami utal szívügyi dolgokra, tehát utal a szeretetre, utal a szerelemre is. Visszatérve a gólyákra, a gólyák és a gyermek jelenthetik egy kisbabának a születését is. Ha te egy férfi vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Fölötted nincs kártya. Az jelenteni a te gondolataidat és a te terveidet. De mivel nem látható, hogy mire gondolsz, akkor az jelentheti azt, hogy titokzatos vagy, nem beszélsz a terveidről, nem engeded meg azt, hogy mások belássanak a te gondolataidba, de azt is jelentheti, hogy ha van egy terved, és döntéseket szeretnél hozni, hiszen előtted vannak az utak, és az jelenti a döntéseket, akkor ne beszélj erről, hiszen a háttérben megjelenik a ravasz róka, tehát valaki úgy figyelget téged, tudni akarja, mit, hogyan, milyen döntéseket hozol, és ártani akar neked. Tehát ne beszélj ezekről a dolgokról, különösen ami az otthonodat, a környezetedet, a családot illeti. De ez a hamisság elmúlik, hiszen a ravasz róka alatt itt van ez a kasza, és elvágja ezt a helyzetet, vagy eltávolítja ezt a szemét tőled. Nem kell odafigyelni. Mutass hátat neki, tekints egy új irányba, de azért légy óvatos, ne beszélj a terveidről. Itt a nap azt jelenti, hogy idővel kiderül az igazság, és tudni fogod, ki ez a személy, és mit akart tőled, vagy miért akart ártani neked. Itt melletted megjelenik a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, különösen ami a pénzügyi dolgokat illeti, hiszen a szerencse alatt megjelennek a halak, és a halak utalnak a pénzre. Itt a medve jelenti ezt az erőt, ez erőt ad neked, vagy lesznek itt nyeremények. Azon kívül fontos kapcsolatok, különösen ami ezt a hölgyet illeti, ami a szerelmet illeti. Itt van köztetek egy ilyen kármikus kapcsolat, hiszen itt megjelenik ez a kereszt, és az azt jelenti, amikor a sors utatok kereszteződik. Tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Azon kívül a kereszt jelenti a döntéseket is, ugyanúgy, mint az utak, mert elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba.
itt kettőtök között megjelenik ez a gyűrű, az lehet egy házasság, vagy eljegyzés, az is lehet, hogy ez a szerelem visszatér, tehát jelenti ezt a kármikus kapcsolatot, hogy ismeritek egymást a múltból, a korábbi életetekből, és így van megírva a csillagképekben is ez a szerelem. A könyv jelenti a tudást, a tehetséget, de a zárkózottságot is. Nem mertek nyíltan érzelmekről beszélni, de legyen meg a bizalom, hogy itt változások lesznek, és itt a szerelmi élet területén meg lesz újra a könnyűség, hiszen a madarak jelentik a levegő elemét, lesz kommunikáció kettőtök között, ami erőt ad, és szerencsét. Itt ez a hajó jelenti a reményt, azon kívül az utazásokat, külföldi kapcsolatokat, de ez lehet egy lelki út is. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Ha te egy férfi vagy, te állsz itt a középpontban. Döntéseket hozol, lesznek változások. Ami az otthont, a családot illeti, itt kitisztul valami. A szerencse ott van melletted, de légy óvatos, mert valaki figyelget téged, és nem jó indulatú ez a személy. Lehet, hogy miatta vannak még itt korlátozások, mert ez a torony utalhat korlátozásokra is. Második hét május hónapban itt látható. Az, ami eddig átláthatatlan volt, az elmúlik, hiszen a koporsó ezt lezárja. A fa jelenti a gyógyító erőt, de azt is, hogy megtaláljátok a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni. Elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt döntésekről lesz szó. A gyűrű jelenti a kapcsolatokat, és ez erőt ad. Ami az anyagiakat illeti, itt javul a helyzet, hiszen itt látható a szerencse. A hamisságokat, vagy hamis barátokat, ezt eltávolítja ez a sarló. Harmadik hét május hónapban itt látható. Ez a kép utal olyan dolgokra, ami fáj, vagy fájt, és megvannak ezek a fájdalmas emlékek. De itt van a gyógyító erő, a tudás, és ez a kulcs jelenti az önbizalmadat. Itt nyílik egy új kapu, és ezek a lehetőségek, ami a továbbképzést illeti, ami a munkát illeti, ami a spirituális területeket illeti, és ami a szerelmet illeti. Lesznek itt változások, és jön egy jó hír, egy kellemes meglepetés. Utolsó hét, május hónapban itt alul látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Itt megvan a gyógyító erő, vagy tervezel egy továbbképzést. Előre mennek a dolgok, és a hold kihat, vagy az anyai érzelmekre, vagy általánosságban a te saját érzelmeidre. Hamarosan lesz itt könnyűség és külföldi kapcsolatok, ami a szerelmet illeti, ez egy belső út, egy ilyen lelki kapcsolat kettőtök között. A problémák és a nehézségek, amit átéltél a téli hónapokban, az elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, lesz egy új kezdet, ami szerencsét hoz számodra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!